régi vágyunk teljesült, a Szent Márton Bazilika felújítása. Évtizedek óta vártunk erre, hogy alkalmas hely legyen a már eddig begyakorolt, megélt istentiszteletünk, szerzetesi zsolozsmánk és a szentmise számára. A bencések a 10. század végén, amikor megérkeznek és Pannonhalmát kiszemelik, kiválasztják, fontos szerepet játszik a döntésben az, hogy Szavária, a mostani Ravasz környéke, ezt tartották Szent Márton szülőhelyének. És így ez a 996-tól, a leteleküléstől számított időszak, ez mindig azt jelentette a bencések számára, Szent Márton védelmét élvezzük az ő szülőhelyén. Az első templomot a régészeink szerint 1005, de lehet, hogy 1002, amikor a kiváltság levelet kapjuk, akkor építik. Ennek vajmi kevés emléke van, régészeti emléke. A második templom 1137, Dávid apát temploma, így szoktuk röviden summázva nevét adni. Ennek megvannak az oldalfalai, és tehát a déli és az északi fala, és urosapát az 1220-as esztendőkben. Ezt a meglévő első, második templomot foglalja igazába véve egy új keretbe, amelyet mi megörököltünk. És a felújításnak a célja kettős volt. Szerettünk volna egyet lépni a 13. század felé, mert eredendően szerzetes templom volt, szerettük volna a szerzetes templomot visszanyerni. Hát hiszen adva van struktúrájában, szerkezetében, teljes egészében. És ami pedig előrelépés az, hogy olyan szolgáló, szerény berendezés legyen benne, amely ténylegesen a közösséget, az istentiszteletet szolgálja. Azt gondolom, hogy ez a két kívánalom megvalósult, ami számunkra is öröm, hogy az ide látogatók számára egy olyan magától értetődöttségi élmény van, hogy a templom egyszerűen szép, és a templom a maga szépségével imádságra ihlet, inspirál. Miután Zsoltárt énekelve elindultunk a barokk udvarból, felértünk ide a torony előtti térre, és itt a felújításnak az építésze, John Pozon, átadta a templomot a közösségnek. Ahogy ő mondta, visszaadta a közösségnek, mert egy éven keresztül a pannonhalmi szerzetes közösség nélkülözni kényszerült ezt a templomot. És most, egy év után újra liturgia kezdődhet a templomban. Dear Father Abbot, after all your patience and that of the community, I would like to give back your church to you. Hálásan köszönöm közösségünk nevében. Nyitassék meg a bazilika ajtaja. A templom a szentelés előtt sötét és üres. Sem fény nincsen benne, sem ember, aki megtörténi, hiszen egy éven keresztül átépítették, és az imádságházát nem töltötte be az imádság. Éppen ezért a templomszentelés liturgiájának első mozzanata a templomban az az, hogy miután az építész átadta a közösségnek, a templom bezárta ajtaját, a bazilika őre kinyitotta. És ahogy a fény, egy Krisztusnak a szimbóluma, beárad a templomba, és ahogy a közösség bejön a templomba, ugyanúgy tölti be Isten jelenléte is a templomot, mint az Isten házát, vagy az imádságházát. Miután a közösség bevonult Zsoltárt énekelve a templomba, főapát úr a templom nyugati kapujához ment,
amely a legsötétebb és a legmélyebben fekvő pontja a templomnak, és itt az új keresztkútnál vizet áldott meg. Majd pedig ezzel a vízzel meghintette a templom falait, valamint a hívő közösséget. Ez a vízzel való meghintés a keresztségünkre emlékeztet, amely egyfelől azt jelzi, hogy már meghaltunk a bűnnek, és Krisztussal együtt új életre támadtunk. Másrészt a lemosást jelzi, a templom falait és a közösséget egyaránt megtisztítja a bűnöktől, és mindattól, ami nem való Isten házába. Isten, ami irgalmas atyánk, töltse be jelenlétével az imádságnak ezt a házát. Szent lelkének ereje tisztítsa meg templomát, amely mi magunk vagyunk. Amen. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, árasz ki kegyelmedet ellen. A pannonhalmi templom felszentelésén az egész bencés család jelen volt. Nem csak a bencés szeretes közösség, hanem barátaink, munkatársaink, diákjaink, valamint az egész bencés világ. Ezt a bencés világot jelenítette meg a pannonhalmával szoros kapcsolatban álló 12 monostornak apátjai, valamint Notker Wolf, a bencés konfederáció prímás apátja. Isten mindörökkön örökké. Egy éven keresztül nem hangzott el Isten igéje ebben a templomban, ezért az ige liturgiáját azzal kezdjük, hogy főapát úr felmutatja az evangéliumos könyvet a közösségnek, mert mostantól ennek az evangéliumnak kell betöltenie mind a templomot, mind pedig a közösségnek a szívét. Az evangélium után a homiliát Notker Wolf prímás apát tartotta. Verehrter Herr Staatspräsident, verehrte Herren Bischöfe, mélyen tisztelt elnök úr, kedves püspök és apáturak, mindenek előtt kedves pannonhalmi szerzetes testvéreim, kedves hívek mindannyian, drága Asztrik főapátúr. Először is fogadjátok elismerésemet, kedves Asztrik főapátúr, és mindannyian kedves pannonhalmi bencés testvéreim, monostorotok felújított templomának felszentelésekor. Szívbe markolóan szép lett, egy igazi szép ékszer. Hihetetlen, mi mindent lehet kezdeni egy évszázadok hagyományát és terhét hordozó épülettel. Meine Gratulation daher gratulálni auch az építész úrnak is. Diese Kirche ist aber nicht nur a bazilika persze nem pusztán egy szép ékszer. A bazilika a hit jele, a ti és elődeitek hitének jele. Szerzetes elődeitektől ti is úgy kaptátok örökségül, és szentnek tartottátok. Szerzetes elődeiteknek a hite építette fel Istennek ezt a házát, ti pedig, kedves szerzetes testvéreim, ugyanebben a hitben újítottátok fel, és tettétek ilyen ragyogóvá örökségül kapott templomotokat. E templom történetét átszövik a felújítások, újjáépítések és újrafelépítések. Most ti magatok is részévé lettetek ennek a történetnek. A bazilika felújítása a remény jele is. A jelen és a jövő számára építettetek, abban a szilárd meggyőződésben, hogy Isten működik közösségetekben. Abban a szilárd meggyőződésben, hogy a következő generációk is tovább viszik majd ezt az örökséget. Istennek ez a pannonhalmi háza a ti szeretetetek jele is. A liturgia iránti szereteteteké, Isten iránti szereteteteké, akinek dicsőítésére zsoltároztok. Szeretetetek jele Krisztus iránt, akinek emlékezetét és jelenlétét
az eukarisztikus közösségben ünneplitek, végül az emberek iránti szeretetetek jele, akik betérnek ide, hogy dolgaikban segítséget és vigaszt találjanak e házban, akik veletek együtt ünnepelnek, és akik hozzátok hasonlóan tisztelik Szent Márton püspököt és Szent István királyt, és közbenjárásukat kérik. All das spiegelt sich in der Renovierung eurer Klosterkirche wider, in der ganzen Sakralität dieses Raumes. Ihr habt gezeigt, dass Pannonhalma ein besonderer Ort in unserem Leben ist. Mindez visszatükröződik a bazilika felújításában, amely egy valóságos, ragyogó kincs lett. Kedves testvérek, megmutattátok, hogy Pannonhalma egy különleges hely bencés rendünkben, és azt is, hogy Pannonhalma igazi bencés hely. Hiszen nem más, mint a bencés liturgia határozta meg ezt a felújítást. Ezért fogadjátok még egyszer elismerésemet és gratulációmat, amelyben az egész világ bencés szerzetesei és nővérei nevében is mondok. Külön öröm számomra, és ennek a napnak a ragyogását emeli, hogy ma ünnepli Asztrik főapától beiktatásának 21. évfordulóját. Kedves Asztrik főapától, szívből gratulálok neked. Die Kirche ist das Herzstück eines Klosters. A templom a monostor szíve. Az oltártól, az eukarisztia ünneplésétől kiindulva építjük fel közösségünket, pontosabban építi fel Krisztus közösségünket. Ugyanez az egység gyűjt össze bennünket a Zsolozsmában is, amely a magunk fajta szerzetes napjának jelentős részét elfoglalja. Egymással egységben imádkozzuk a zsoltárokat, amelyek a Krisztus előtti évszázadokra nyúlnak vissza. Az Úr halálának és feltámadásának ünneplése, valamint a kórus imádság nem csak egymással köt össze bennünket, hanem az egész földkerekségen elterjedt egyházzal. A zsoltárok szerzői olyan ajándékot hagytak ránk, amely mind a mai napig táplálékunk, és nem csak a kolostorban, hanem minden keresztény közösségben, valamint a zsidósághoz tartozó testvéreink körében is az. Imádságunk így válik valóban átfogóvá, így gazdagodik ökumenikus dimenzióval. A templomépítés az imádság köti bele az üdvtörténetbe és az egész ojkumenébe. Der Kirchbau wird durch das Beten transparent für die Heilsgeschichte und die ganze Ökumene. Fordítsuk tekintetünket az imádkozó közösségre. Nincs személyválogatás Istennél. Ő az imádkozó szívét nézi, azt, hogy szíve egyezik-e szavával, ahogy Szent Benedek regulájában olvasunk. Ha egymással egységben, énekelve és imádkozva az Úr színe elé állunk, az összetartozásunknak a jele, az kifejeződése annak az egységnek, amely a mindennapok fedezetét képes adni. Regula és apád vezetése alatt közösségben élünk. Ez Benedek szerint a kolostori élet definíciója. Együtt dolgozunk, együtt étkezünk, és összeköt bennünket a Szentírás imádságos olvasása. A közösségben megvan mindenkinek a maga helye, és mindenkinek megvan a maga feladata a közösség jóléte érdekében. Der heilige Benedikt wollte aber nicht, dass die Mönche nur für sich selbst leben. Hat die Türen geöffnet für die Gäste. Szent Benedek semmiképp nem akarta, hogy a szerzetesek csak önmaguknak éljenek. Megnyitotta a monostor kapuit a vendégeknek, a szegényeknek és a rászorulóknak. A vendégek a monostorban sosem hiányoznak. Minden érkező vendéget úgy fogadjanak, mint magát Krisztust. Ahogy ez a nyári napsütést most beragyog a bazilika nyitott kapuján, úgy fogadjátok be ti is a felragyogó Krisztust a vendégeken keresztül, akik meglátogatják monostorotokat. Ahogy megtanuljuk a szolgálatot a monostorban, úgy gyakoroljuk azt a vendégeinkkel. Szent Benedek Jézus példáját követte, és megmosta a vendégek lábát.
az akkori poros utak miatt szükséges is volt ez, valóságos jó tétemény a vendégek számára. Gyakorlati okok miatt az idők során feladtuk ezt a szokást, ám Krisztusnak ez a hozzáállása kell, hogy meghatározza belső viszonyulásunkat, amikor vendégeinkkel találkozunk. Ezen keresztül képes kisugározni a monostorban megélt hitünk a klauzúra falain túlra. És amikor Szent Benedek azt mondja, hogy különleges gondot kell fordítani a zarándokokra és a szegényekre, akkor is Jézus példáját követi. A pannonhalmi monostorban a világfelényitás egy másik módját is gyakoroljátok. Iskolátok van. Fontos, hogy az itt felnövekvő nemzedék ne csak a tudományokkal és a művészetekkel ismerkedjék, hanem azt is megtapasztalja, hol az emberi létnek igazi alapja, miben áll valódi méltósága. Die Einheit der Brüder drückt sich gemäß dem Evangelium und den Schriften des heiligen Paulus auch im Bau der Kirche selbst aus. Az Evangélium és Szent Pál szerint a testvérek egysége magában a templom épületben is kifejeződik. Krisztus az alap, Krisztus a szegletkő, mi magunk pedig kövek vagyunk, amelyek ő rajta helyezkedünk el. Krisztus az életünk alapja. Ha szem elől vesztjük szegletkövünket, azaz ha a hitünk megfárad, egész közösségünk darabjaira hullhat. Akkor nem marad más, mint szanaszét heverő kövek, még akkor is, ha önmagában egyik másik rendkívül szép. Akkor a testvérek elmagányosodottan élnek szingliként, és a közösség már csak a statisztikában létezik. Ezért újra meg újra meg kell újítanunk, és meg kell erősítenünk az alaphoz, Krisztushoz való kötődésünket. Die Steine der Gemeinschaft sind natürlich nicht immer so schön und so glatt und so einheitlich geformt. A közösség kövei természetesen nem mindig olyan szépek, simák és egységesen faragottak, mint a templom építőkövei. Tudja az apát, hogy milyen nehéz és terhes feladatot vállalt magára, a lelkek irányítását és sokféle emberek szokásainak szolgálatát. Bizony, ezekből a szokásokból éppen annyi van, mint a testvérekből. Ám ők egymást a tiszteletadásban előzzék meg. Egymásnak mind testi, mind lelki fogyatkozásait a legtürelmesebben viseljék el. Egymásnak versengve engedelmeskedjenek. Senki se kövesse azt, amit a maga számára hasznosnak ítél, hanem ami a másnak az. Egymást tisztán testvéri szeretettel szeressék. Egy képet használva, együtt kell működnünk, engednünk kell, hogy addig faragjanak, amíg a köveink jól össze nem illenek. A szeretet a kövek közti malter. Ez a szeretet tartja össze a köveket. Jól tudom, mindez csodálatosan hangzik, ám a valóság egészen más. Közösségeink egyáltalán nem olyan egységesek, mint ez a csodálatos bazilika. Talán éppen a templom szépsége jelenthet folyamatos felszólítást, hogy valamit tükrözzön belőle közösségi életünk is. Engedjük meg, hogy közösségi életünket átfolja és elárassza Krisztusnak a fénye, ahogy most Krisztus fénye ezt a bazilikát is elárasztja. Lieber Erzabt Astrid, liebe Mitbrüder von Pannonhalma, kedves Astrid főapát úr, azt kívánom nektek, hogy lejjétek örömötöket ebben a templomban. Azt kívánom nektek, hogy e szent hely megszenteljen titeket, alakítson titeket hasonlóvá Krisztushoz, titeket és mindenkit, aki belép ide. Nem csak egy csodálatos templom, hanem ti magatok lesztek közösségként, együtt testvéreitekkel, együtt a szentekkel, Krisztus testének eleven képe. Áldjon meg benneteket az Isten! Amen.
az egyház legfontosabb liturgikus ünnepei előtt Isten szentjeinek a segítségét kéri. Ezért a Minden Szentek litániája megelőzi a templom szentelés rítusát. Miután elénekeltük a Minden Szentek litániáját és segítségül hívtuk Istennek a szentjeit, főapát úr az oltárhoz lép, és a templom szentelés és az oltárszentelésnek az imádságát énekli el.